Sziasztok! Miki vagyok, és ez itt a Pontos Veszőparipa. És a mai videó a könyvfesztiváloshoz hasonlóan egy Try a Chapter vlog lesz, mégpedig most a közelgő Margó Fesztiválnak a külföldi szerzőitől fogok beleolvasni könyvekbe. Megint nem tudtam mondatot egyeztetni. Nem baj, tartsatok fel! Könyvfesztiválos próbálkozásoknál nagyon jól bejött nekem ez, hogy beleolvasgatok könyvekbe, és megpróbálom eldönteni azok alapján, hogy mennyire érdekel az az adott könyv, megvegyem-e esetleg már a beszélgetés előtt, vagy még nem tudom eldönteni, és majd a beszélgetésen dől el, vagy mennyire görcsöljek rá egyáltalán arra, hogy beüljek minden egyes beszélgetésre, ami érdekel. Most a Margó Fesztiválnál is így fogok tenni. A Margó Fesztivál az ugye október 13 és 16-a között fog zajlani, és mindig nagyon-nagyon várjuk az őszi Margó Fesztivált, mert a 2019-es őszi Margó Fesztivál, ami az első Margó Fesztivál volt, amin voltunk, hányszor mondom még ki, hogy Margó Fesztivál, tehát az nagyon meghatározó élmény volt a számunkra, és nagyon várjuk ezért mindig, és nagyon sok jó új szerzővel és könyvvel ismerkedtünk meg akkor, úgyhogy mindig nagyon nagy várakozással fordulok azok felé, a szerzők felé, akiktől még nem olvastam, vagy esetleg nem is voltak még a radaromom. Ez lett az első olyan Margó Fesztivál, amit bemegyünk, és nincsen jó. Igen. Most kettő olyan szerző van, aki amúgy nem annyira volt a radaromon, és fogok most tőle olvasni, és kettő olyan szerző, akitől már van könyvem, és mindenképpen tudom, hogy szeretném olvasni, most igazából csak azért fogok beleolvasni, hogy tudjam, hogy akár most a Margó Fesztivál után valószínűleg rövid időn belül akarom olvasni ezt az adott könyvet. És mielőtt nagyon belemennék az olvasásba, még szeretnék felsorolni néhány olyan nevet, akik érdekelnek, de valami miatt nem fogok tudni rá elmenni. És az egyik ilyen könyv, az Timothy Garton Ashtől a Szólás Szabadság, ami egy frissen megjelenő non-fiction kötet, és így a digitális korban és a social media korában a szólás szabadságról szól, meg ennek a negatív és pozitív oldalairól is. És ez nagyon érdekelt, amikor megláttam ezt a friss megjelenést, de sajnos ez a program, ez pont átfedésben lesz az egyik kell, ami nagyon érdekel, és ami főként a legjobban érdekel az egész Margó Fesztiválon, úgyhogy erre biztos, hogy nem fogok tudni beülni. Illetve, ami még érdekel, ott nem konkrétan a szerző fog jönni, amennyire tudom, hanem a könyv kapcsán lesz egy beszélgetés, és ezt Ruzsinak szerintem a könyvfesztivál megjelenéses videójából láttam, és ott keltette fel az érdeklődésemet. Ez Ornella della Liberától a Durva, ami elvileg egy true crime fiataloknak, tínézsereknek, és lesz ehhez kapcsolódóan egy beszélgetés, úgyhogy ez nagyon érdekel, és mindenképpen be akarok ráülni, de most így nem vettem meg a könyvet, meg olvasok bele, vagy hát ki sem vettem a könyvet, de szerintem nincs is még benne könyvtárban. És egyébként magyar szerzőktől is lesznek még nagyon sok érdekes program, például lesz Veres Attilával egy beszélgetés, ami szintén telibe fog egybeesni egy másik programmal, amire mindenképpen szeretnék menni, úgyhogy arra sem fogok tudni elmenni. Illetve a vasárnapi napon lesz egy csomó ilyen például pszichológiával kapcsolatos programok lesznek, több is. Például az újraépített életekhez kapcsolódóan is lesz egy beszélgetés. Lesz a nők gyermek nélkül, férfiak gyermek nélkül könyvekről is, ami szintén nagyon érdekel. Szintén non-fiction, bár nem pszichológiához kapcsolódik, és nem magyar szerző, az a Nőiesi Kultusza című könyvről is lesz egy beszélgetés, ami ugye Betty Friedan, a feminizmus második hullámának a nagy képviselője írta, és ez egy nagy hiánypótló kötet, hogy most végre azt hiszem tavaly megjelent
vagy idén megjelent magyarul. Úgyhogy erről is lesz például egy beszélgetés, és Budis Krisztának a szintén idén megjelent Kisasszonyképző című könyve, ami egy történelmi regény Tüdős Kláráról. Szintén ez is nagyon érdekel, és erre is szeretnék beülni. Tehát nagyon sok, sok olyan program lesz, amire majd szeretnék ülni, de nem fogok most olvasni ennek kapcsán a videóban. De mindenképpen érdemes átnézni a programot, mert mindig tele van nagyon izgalmas beszélgetésekkel. És akkor nézzük az első szerzőt, akitől olvasok. Ez Mohamed Bougersartól az Emberek legtitkosabb emlékezete, ami egészen friss megjelenés, a Park könyvkiadónál jelent meg. És ő egy szenegáli szerző, és francia nyelven írta meg eredetileg ezt a könyvet. A Goncourt díjat is megnyerte tavaly. És ez egy kicsit ilyen meta könyvnek tűnik, hogy az írókról, írásról szól, mert hogy arról szól, hogy 2018-ban egy fiatal szenegáli író, nem tudok neveket kimondani, francia neveket nem tudok, úgyhogy ezt most nem mondom ki, tehát felfedez Párizsban egy legendás könyvet, az 1938-ban kiadott az Embertelenség labirintusát, és hogy ez a mű botrányos volt, és ugye miatt a szerző eltűnt, és akkor ő nyomozni kezd ezután. Úgyhogy én azt várom tőle, hogy ez egy ilyen meta könyv lesz, plusz Párizsban fiatal afrikai írók egy csoportjával jár össze, figyelik egymást, beszélgetnek, vitatkoznak, hisznek, sokat szeretkeznek, és töprengenek a számüzetésbeli alkotás szükségességén. Nem tudok többet a könyvről, nézzük, hogy milyen módon tudok beleolvasni. Első könyv, első rész, az anyafók hálója. Ó, nagyon rövid fejezetek vannak benne, ez kiváló. A vadnyomozókból van az elején egy részlet. És hogy konkrétan a címe, úgy látom, hogy ebből a Bolánya idézetből származik, mert hogy ott van a végén, hogy kihúny majd a nap, és a föld, és a naprendszer, és a galaxis, és az emberek legtitkosabb emlékezete. Szóval első rész az Anyafók hálója, 2018. augusztus 27. Mármint nem az Anyafók hálója, hanem az Anyapók hálója. Azért lehetnének értelmezésbeli különbségek közt. Fú, az első mondatával nagyon megvett már. Amit egy íróról és a művéről biztosan tudni lehet, együtt haladnak az elképzelhető legtökéletesebb labirintusban, egy körkörös hosszú úton, s a végzetük egyé válik eredetükkel a magánnyal. Hú, nem... Nagyon át kell állítani az anyamat most erre a szövegre, mert nagyon sűrű és összetett, és közben rögtön még képekkel is dolgozik. Nagyon át kell állítani most rá az agyam. Van az a fajta ilyen... nem fogom tudni ezt megfogalmazni, tehát van ez a fajta irodalom iránti szenvedély, amit könyvekben általában író, vagy az író szakmában dolgozó emberek tudnak mutatni, ami egy ilyen nagyon-nagyon erőteljes és nagyon megszállott szenvedély, és nagyon szélsőséges érzelmeket produkálnak ezek az írók, vagy író szakmában, könyvkiadásban dolgozó szereplők. És ez tud nagyon jó lenni számomra, meg nagyon rossz, és általában attól függ, hogy mennyire vagy maga a karakter önreflexív, vagy a könyv
vagy annak a narrációja mennyire reflektál arra, hogyha ez túlzó, vagy problémás, vagy nem. És most még éppen nagyon a határán mozgok ennek így pár oldal után, hogy most vajon itt melyik érzés fog bennem elhatalmasodni, hogy lesz ez annyira önreflexív, akár a szöveg, vagy a hangulata, vagy akár konkrétan a karakterek, hogy én ezt szeressem, vagy úgy fogom érezni, hogy nagyon elmegyünk ebbe a bohém művészeknek a divatosan dekadens, hogy Martin McDonagh szavaival éljek. Te megdobtál egy ugyan. Szia! Szia, Laki! Szóval, hogy elmegyünk a bohém művészeknek a divatosan dekadens érzelemvilágába. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen érzéseket fog bennem kelteni ez a könyv továbbiakban. Tehát, hogy konkrétan maga a könyv, amit akinek a szerzőjét ugye kutatják itt, az is felelhetetlen. Mert hogy botrányos volt, de azt sem lehet tudni, hogy miért volt botrányos. És ugye miatt elkezdték visszahívni meg bezúzni ezeket a példányokat. És hogy csak az első mondata maradt fent, vagy hát van fenn belőle, ami így hangzik. Kezdetben volt a profécia, és volt a király, és a profécia szerint a királynak adatik minden hatalom, ha a cserébe felajánlja a birodalom öreg embereinek hamvait. És a király elfogadta az alkut, legott mágiára vettette a alattvalóit, hamvaikat szétszóratta a palotája körül, és erdősarjat ott halál erdő, úgy nevezték el az embertelenség labirintusán. No, hát eljutottam a 20. oldalra, és egyelőre nagyon tetszik, nem sokat tudtam még meg, de a stílusa, ahogy ír, az nagyon tetszik, úgyhogy... Hát az biztos, hogy a Marguerite nem lesz időm elolvasni, mert nem érdekkötelezettségem van, amit olvassak, úgyhogy szerintem én most úgy vagyok vele, hogy meg akarom venni, és ott lenni ezen a beszélgetésen. Tünde bólogat. Tünde apróbálja. Tünde apróbálja, ennyiből meggyőzte őt is, úgyhogy igen, ott leszünk. Mohamed Bugarszárral a beszélgetés az a Margot Fesztiválnak a harmadik szombati napján, tehát 15-én 16 óra 30-tól lesz, és ugye azt nem is mondtam el, hogy a Margot Fesztivál idén már nem a Várkert bazárban a jól ismert helyen lesz, amihez amúgy ugye nagyon szentimentális érzések fűznek amiatt, hogy mennyire meghatározó élmény volt nekünk a 2019-es fesztivál, hanem ugyanott lesz a Millenárison, ahol ugye a könyvfesztivál is volt most, illetve hát egészen konkrétan a Nemzeti Táncszínház épületén belül. És most mindjárt kezdődik a Kripaton bejelentő live-unk, úgyhogy mennem kell, és majd utána folytatom, meg valószínűleg holnapra is át fog még ezt csúszni. A következő szerző, akitől olvasni fogok, a Cecily Enger. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt a keresztnevet így kell ejteni norvégul, mert hogy egy norvég szerzőről van szó. És ő tőle most nagyon frissen a könyvfesztiválra jelent meg a Fehér Térkép című könyve magyarul. És jelenleg az érdekel a legjobban a három könyve közül, de az még nem volt meg a könyvtárban, ellenben már előtte kihoztam a másik kettő magyarul megjelent könyvét a könyvtárból, úgyhogy gondoltam majd ezek alapján fogok döntést hozni. A Fehér Térkép az egyébként egy történelmi regény, az 1800-as évek végén játszódik, és két nőről szól, akik az első női hajó tulajdonosok voltak Norvégiában, és együtt is éltek. Viszont az a két könyve, ami itt van velem, azok nem történelmi regények, hanem a jelen időben játszódnak.
Az egyikük az a Lélegez, ami arról szól, hogy a főszereplő az éppen az idős anyához megy, aki egy idős otthonban él, és útközben felvesz egy fiatal nőt az autójába, és balesetet szenvednek, és a fiatal nő, ő pedig meghal a balesetben, és ennek a feldolgozásáról szól a könyv. A másik pedig, az anyám ajándékai, ez pedig egy önéletrajzi mű, vagy önéletrajzi ihletésű mű, amiben a szerző és a testvére éppen így felszámolják a családi otthonukat amiatt, hogy az anyjuknál Alzheimer-kor diagnosztizáltak, és ahogy így pakolnak, előkerülnek ilyen listák, amiket az anyjuk vezetett nagyon-nagyon régóta mindig arról, hogy kinek mit ad ajándékba, és ezeknek a listáknak a mentén épül fel így az ő családtörténetük. Igazából a századfordulótól kezdve. És úgy döntöttem, hogy mind a kettőbe bele fogok most olvasni. És akkor abból hát a kiderül az is, hogy mennyire hasonló stílusban ír, és hogy ugyanarra lehet-e számítani mondjuk a fehér térképen is, vagy nem. Bár ugye az műveltörténelmi regény ott lehet, hogy esetleg valami ott akarhat máshogy írni, úgyis, hogy mondjuk ez a kettő esetleg hasonló. A korábban megjelent könyvével, az anyám ajándékaival fogok kezdeni. Ja. Légy szíves, ne igyál bele a poharamba. Hát ez nyilvánvalóan egy nagyon szomorú könyv. Egyrészt ugye az Alzheimer miatt, másrészt pedig ugye a régi generációk után a család tulajdonában lévő háznak a kipakolása miatt. Nagyon, nagyon szomorú. És leginkább abból épül fel, hogy ugye megérkezett a házukba, és elkezdték kipakolni, és ahogy folyamatosan jönnek elő az emlékek mindenféle kicsi apró dologra, amik így eszébe jutnak. Amúgy nagyon magával ragadó az, ahogyan ír. Na de, nézzük meg a másikat is. Jó. Most az autóban sem. Nagyon megrázó. Az első fejezetet olvastam el, és ugye a végén történik ez a bizonyos autóbaleset.
ami nyilván nem kell meglepődni, de nagyon megrázó, ahogy, ahogy meg van írva. Nagyon filozofikus egyébként a hangulata már előtte is a könyvnek, ahogy beszélget a két nő az autóban, és a fiatalabbik, aki ugye meghal utána az autóbalesetben, ő éppen egy színdarabot készül rendezni a Karamazov testvérekből, és arról hát próbál beszélgetni a főszereplővel, hogy szerinte a művészet és a betegség nagyon hasonló abban, hogy mind a kettő kiélesíti az ember látását addig, ameddig tart, és hogy rálát, jobban rálát a dolgokra, meg a lényegi dolgokra, és akkor erről beszélgetnek, illetve hát nem annyira értenek egyet a dolgokban. És nagyon érdekes ilyen filozofálgatós fejtegetések vannak. Egyrészt a lánynak a beszédéből, másrészt meg főszereplőnek inkább a gondolataiból. Tetszik egyébként mind a két könyvnek a stílusa, és mindenképpen mind a kettőt akarnám folytatni. Úgyhogy szerintem esélyes, hogy a fehér térképet is fogjuk venni. No, és most már nagyon késő van. Úgyhogy majd holnap fogom befejezni a maradék kettő könyvvel. De igazából ugye ezekkel már eldőltek azok, amik a kérdésesek voltak. És közben tündesütött banánkenyeret, úgyhogy megyek banánkenyeret enni. Azt hiszem, hogy azt nem mondtam el tegnap, mikor befejeztem az olvasást, hogy Cecilie, a könyvben így van ragozva, úgyhogy lehet, hogy így kell ejteni. Szóval Cecilie Enger lel a beszélgetés az 14-én pénteken 17 órakor lesz. És akkor most áttérek arra a könyvre, illetve a szerzőre, akit a legeslegjobban várok az egész Margó Fesztiválon, és nagyon-nagyon megörültem. Ő volt szerintem az első, akit megtudtunk, hogy jönni fog Margóra, és ő pedig nem más, mint Maja Linde, akitől ugye mi olvastuk a Hónővér című könyvet, ami ugye egy gyerekkönyv, karácsonyi, 24 fejezetből áll, tehát így az adventi időszakon pont jól el lehet olvasni. És nagyon-nagyon-nagyon szerettük, nagyon megható történet és sírós történet, és ráadásul azt a könyvet Lisa Aisató illusztrálta, aki ugye a Liz Coopernek a monológos sorozatát is. Úgyhogy még ráadásul nagyon gyönyörű is. És ez az egy könyv, amit tőle eddig olvastunk. Neki ilyen érdekes tetralógiái vannak, amik nem sorozatok, de így a koncepcióban összefüggnek, és ugye ez az ugye az évszakok sorozat, vagy tetralógiának a téli része, és ugye abból már van a tavasz is, ugye a napőrzője, ami most nem annyira jelent meg az elmúlt hónapokban. Illetve van neki egy Cliffy tetralógiája is, a Klíma Kvartett, igen, ez a tetralógiának a címe, Klíma Kvartett, aminek az első darabja a Méhek története, aminek már ugye megjelent a Kékség, a második része, és most egészen friss, kifejezetten a Margó Fesztivál idejénre megjelenő, ugye az utolsó Vadlovak, ami még nincs meg, de majd Margó Fesztiválon meg fogjuk szerezni, hogy addig. No de, mi még ezekből egyiket sem olvastuk el, és most, bár nem kérdés, hogy menni fogunk a Majöröndés beszélgetésre, és az sem kérdés, hogy minden könyvét is meg fogjuk venni, ami nincs meg, ami már csak utolsó padlók, és minden könyvét is dedikáltatni fogjuk, ha van rá lehetőség, de olyan szempontból
bele fogok most olvasni abba a könyvbe, hogy megbeszéljem magammal, hogy ilyen hamar is fogom én ezt a könyvet elolvasni. Ezekre a klímakvartettes könyvekre, én úgy láttam, hogy mindegyikre az a jellemző, hogy több különböző időségben játszódnak, általában legalább egy az valamikor a nem túl távoli jövőben szokott játszódni, és ugye a klímaválságnak a következményeivel foglalkozik. És ennek például a három idősíki, az egyik az 1852 Anglia, a másik az 2007 USA, Ohio, és a harmadik az 2098 Kína, és konkrétan a 2098-as, ott annak a főszereplője, az Tao, a munkásnő, aki a fák kéziporzásán dolgozik, mivel a méhek már régen eltűntek a földről. És ugye a 2007-es számon ott pedig egy méhész van, az 1852-es szálon pedig egy biológus és vetőmag kereskedő. És ez a több idősíkon mozgó, és minden mindenen összefügg, ez konkrétan benne van a főszövegben, ezek mindig nagyon David Michelli érzést keltenek bennem, úgyhogy mindig nagyon-nagyon vonzanak az ilyen könyvek. Na hát akkor lássuk! Hát ez nagyon jó. Úristen, ez zseniális, ez az illusztráció. Fú. Nem merem. Közben azt még elmondom, hogy a Cserh kiadónál jelennek, meg egyébként majd jönnek a könyvei, és Patat Bence fordításában. Szóval, itt van ez az illusztráció, amin egy méh van, és mellette van, hogy vannak ez a három évszám, ami ugye a könyvben szerepel, és a felső része az egy ilyen rajzolt méh, a közepe, tehát ugye a feje, az ugye a rajzolt méh, a tor, az ugye egy ilyen, gondolom egy fotó részlet egy méhről, és az alsó része, a potroha, az meg nincs, mert 2098-ban már nincsenek méhek. És ez nagyon zseniális, ez az ábrázolás. Úristen, teljesen, tehát nem tudom, teljesen felkavart. Rövid fejezetek vannak benne, úgy látom. A 6 oldalas az első, és konkrétan már a 2098-as. Szállal kezd. Az én körzetemben a hagyomány, a kézibeporzási több mint 100 évre nyúlik vissza. A méhek itt már az 1980-as években eltűntek. Jóval az összeomlás előtt az aeroszolok ölték meg őket. Néhány évvel később, amikor az aeroszolokat már nem használták, a méhek visszatértek ugyan, de akkor már javában zajlott a kézibeporzás. Majd amikor bekövetkezett az összeomlás, az én körzetem versenyelőnybe került. Érdemes volt a legkörnyezetszennyezőbbnek lennünk, országunk élen járt a környezetszennyezésben, ezért a kézibeporzás terén is az élvonalba jutott. Egy paradoxon mentett meg bennünket. Konkrétan már 8 éves koruktól kell ezt a munkát végezniük, mert annyira széles körülön szükség van erre a munkára. És akkor a következő fejezet, az pedig az 1852-es. Hark the herald angels singing glory to the newborn king. Nem, konkrétan angolul van benne az a szöveg. Közeledik a karácsony! Mármint, hogy ez ide van írva. Vicces. Hogy ez ugye 1852, és hogy azt mondja, az elmúlt években a környék különböző kórusai ajtóról ajtóra jártak az adventi időszakban, nem pénzért vagy ajándékokért, csak a karácsony szellemében. És hogy vajon ez azt jelenti-e, hogy az elmúlt években, hogy előtte nem? Mert hogy ugye kb. Akkoriban lett divat, vagy hát akkoriban jött szokássá a karácsony.
Na, ez annak karácsonyi hangulatba kerültem. Tényleg? Ez a kedvenc karácsonyi dalaink közé tartozik. Főleg ugye a pentatonixos verzió. Az megy a fejemben most. Nagyon szomorú ez a rész. Ennek a szálnak a főszereplőjén írnak, depressziója van, nyilván 1852-ben ezt nem tudták így diagnosztizálni. Úgyhogy nyilván mindenféle hagyományos testi módszerekkel próbálják kezelni, és konkrétan nem nagyon tud felkelni az ágyból sem. És a lányai, van neki 7, éneklik neki a Hark the Herald Angels Sing-et. Még elolvasom a harmadik fejezetet, és akkor mindegyik szálból elolvastam egyet. Ez pedig ugye 2007. Mindegyik részben nagyon, nagyon elsődleges volt a szülő-gyerek kapcsolat. Ugye az elsőben azon gondolkozik el az adott szárnak a főszereplője, hogy az ő fia, aki 3 éves, az is 5 év múlva már ezt a munkát fogja végezni. Ez a rész pedig arról szól, hogy ugye a főszereplő az egy tanyán él, ott van méhészete, és hogy hazajön az egyetemről látogatóba a fia, és kiderül, hogy már nem eszik a hús, és ezt a főszereplő nem viseli jól. Nagyon tetszik az, ahogyan meg van írva, ez mondjuk nem annyira meglepő, hiszen már a hónövér is nagyon-nagyon-nagyon jól volt megírva. És kb. Úgy vagyok vele, hogy azonnal olvasnám tovább. Nem lehet, mert vannak kötelezők. De most nagyon-nagyon vonz. Aztán, hogy mi lesz ebből addigra, amire tudnám olvasni, hát azt majd meglátjuk rá. Nagyon jó. Meyer nővel a program, az pedig 13-án csütörtökön 18:30-tól lesz. És akkor az utolsó olvasmány az ez a képregény, ami Jonas Hildrétől a két hang között, ami Arvo Pärt zenei útkeresése. Ő egy ész szerző, és egy ész zeneszerzőről van szó, egy kortárs zeneszerzőről, akinek egyébként én a műveit nem ismertem korábban, viszont ezt a könyvet láttam Szép Eszternél, én az Instagramon, és akkor így nagyon-nagyon felkeltette az érdeklődésem, mert nagyon, nagyon érdekel egyszerűen az, hogy ez a zene, mint téma, és képregényként meg pláne. Úgyhogy én nagyon-nagyon megörültem, amikor láttam, hogy jön a szerző majd a Margóra, és most végre akkor ez egy ürügyet szolgáltat, hogy végre elolvassam ezt a képregényt. Most bele fogok csak olvasni, de egészen biztos, hogy el akarom olvasni záros határidőn belül, remélhetőleg még a Margó fesztiváli sikerül befejeznem. És nyilván a szerzői jogokból nem tudok a videó alá bevágni Arvo Pärt a zenét, de hallgassátok meg, mert nagyon-nagyon szép, nagyon tetszik a zenéje. Egy párat hallgattam, és vannak, amik egészen ilyen filmzenések, nem olyan Hans Zimmer-es kalandos epikus módon, hanem ilyen áhítatos és ilyen, nem tudom megfogalmazni, ilyen chilles módon. Vannak tényleg, amik nagyon-nagyon tetszettek, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes hallgatni tőle.
Ja igen, és ugye ez a képregény, ez a Polár könyveknek a kiadásában jelent meg magyarul. Ők kifejezetten ugye északi szerzőknek a kiadásával foglalkoznak. Hú! Van benne egy prológus, hát itt oldott a 39. oldali. Ez elsőkötőnek tűnik fel. De ez még csak egy prológus. De utána az első fejezet az a 107. oldalnél véget, azt most nyilvánvalóan ennek a videónak a keretei között nem fogok odáig olvasni. De mondjuk ilyen oldalakkal gyorsan lehet haladni, bár ezek is olyanok, hogy így én így el szoktam üldögélni ilyen oldalak felett is időnként, és így el gondolkozom. Érdekes, hogy ez egy prológus, de hogy még úgy látszik, hogy a prológusnak is van egy prológusa. Mert itt van ez, amit ugye mutattam. Több ezer hangjeggyel telerót lap, csupán keresgélés, új gyakorlatok. Úgy érzem, az örökkivalóságig tart ez a kálvária. És akkor ugye ez van így a következő oldalon. És akkor miután a következik, azok már egy ilyen 1935. Annyira szeretem amúgy, ahogy a zene így van jelenítve ebben a képregényben. Liszt léprelő műve hangzik el éppen a rádióban, és itt hallgatja. Ha esetleg még nem hallottátok Liszttől a léprelődöt, akkor mindenképpen hallgassatok meg, mert annyira csodálatos. Ez az egyik kedvenc művem, és be fogom linkelni. És nagyon vicces amúgy, mert most ugye a Margó Fesztivál az mindig a Liszt ünnep részeként van, és mostanában elém jönnek ilyen felugró reklámok, amik a Liszt ünnepet reklámozzák, és a léprelőd megy a reklám alatt. Túl sok L és R van ebben a mondatban. Úgyhogy mostanában például elém ugrott többször is a mű. Annyira csodálatos. És nagyon érzékeltes, ahogy a bombázó repülőgépek, meg a légiriadónak a hangját szemlélteti. Na, ez is annyira jó, hogy beiratják egy zeneiskolába így, nem sokkal azután, hogy vége van a háborúnak, és hogy azt mondja a narráció a zongora tanárnőről, hogy Martin tanárnő régi módi hölgy, aki valami keveset tud arról, hogy akár bánni a gyerekekkel. Ennek ellenére hamar megtalálják a közös hangot. Wow. És ha kész vagy a házi feladattal, jutalmul egy szem diót kapsz. A fiatalembernek nem csak a zongoránál veszik hasznát, hanem oboásként, fuvolásként és dobosként is. Oh. Tehát az osztálytársainak a egy-két dallam töredékét, és egész jó, nekem is tetszik, tényleg nem rossz. És akkor bedobta a KIH-ba inkább. Aki pedig bejött ide a takaró sátorba. Nem mondanának néhány elismerő szót a zongorista fiúnak? De hát a műve nem volt sem tartalmában szocialista, sem formájában nemzeti. Hogy a cickányban... Mi a fene tud egy zongora darabban számon kérhetően nem elég szocialista vagy nemzeti lenni a formájában, meg a témájában. És
akkor itt az a prológusnak a vége, hogy ugye a születését a foka, leígítom, hogy elvégzi a gimnáziumot, és a zongoratanárnőit a kap ilyen ajánlást ott a füzetének a végére, hogy a képesség, hogy észrevegyünk és figyelmesen hallgassunk egy hangot, a bölcsesség része. Árva csupán sok évvel később döbben rá a tanárnő bejegyzésének valódi értelmére, addig azonban pont, és akkor itt jön a krédó. És hogy három tételből áll, krédó, szilencium és tabula rasa. És van a végén egy ilyen szereplőgyűjtemény. Térkép a helyszínekkel. Nagyon-nagyon tetszik, amit csinál, úgyhogy ez biztos, hogy fogom próbálni nagyon hamar elolvasni. És nagyon várom ebből is a beszélgetést. Jó lesz Szilvével a beszélgetés. Az 15-én szombaton, délután 6 órától lesz. És most nem tudok innen megmozdulni és elmenni, mert Loki itt van a lábam alatt. Ide feküdt aludni. Én nagyon várom már a Margó Fesztivált. Írjátok meg, hogy jöttök-e, tudtok-e jönni, érdekel esetleg valami a programok közül, olvastatok-e már valamit azok közül, a művek közül, amikről szól lesz a fesztiválon. És köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban, remélem tetszett, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!